mai délelőtti zenészeink, énekeseink, Lakatos Krisztián és Csipke Sándor. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Egy új dalt írtatok, hogy Vivian ezzel kapcsolatban kezdett el titeket faggatni a szünetben, méghozzá az Angyalok című. Amit hamarosan elő fogtok nekünk adni. Dalt. Hogy született? Ez úgy született ez a dal, hogy amikor megtörtént ez a sajnálatos eset, akkor az az igazság, azt kell tudnotok, hogy ilyenkor nem kérkezés, de bennünket, így zenészeket egy kicsit másképpen érintenek meg a, ezek a, az események, és én otthon voltam egy napra rá a balesetre, és hajnali 1:30-2 fele telefonált a Sándor kollégám, hogy azonnal gyere át, mert valami fantasztikus dolog született. Na, mondom, összepakoltam magamat, gyorsan átugrottam, és akkor és mutatott nekem egy ilyen elképzelést, ami őből le is kijött, mert ilyenkor ez így tud belőlünk úgymond felszabadulni. Művészekből is. Igen, és én elájultam szó szerint, és ugye ahogy meghallottam ezt a vázlatot, rögtön ez motivált, és azt mondtam, hogy... De egymást vittétek előre lényegében? Igen, mert egyszerűen olyan hatást gyakorolt rám maga az esemény is, meg a dal is, hogy... Régóta ismeritek egymást? Ez a nagyon régi barátság, és igazából már egy ide együtt dolgozunk, de nem képezte szerves részét a saját dalok, mit tudom én, tehát dolgozunk, természetesen mindig visz magával a Krisztián szerencsére mindenhova, és akkor egyik éjjel, amikor, hogy ez egy péntekről szombatra virradó éjjel volt ez a tragédia, másnap a fiamat ölelgettem, és valami elindult bennem, és... Itt azért említsük meg, hogy a buszbalesetről van. Természetesen a buszbalesetről van szó. És hallottam egy szörnyű tragédia, meg mit tudom mindenki, olvastam a közösség oldalon. Az egész világot megérintette. Azt elhiszem. És akkor hát így engem is eltalált valamilyen szinten, és akkor egy vázat született bennem, és mondtam a Krisztiánnak, hogy azonnal gyere, hát nem baj, hogy hajnalban megküzdöttünk a lakókkal, stb. Ilyenkor te egyből mész, tehát nem is gondolkodsz? Igen. Mert tudom, milyen érzés ez. Oda-vissza működik, tehát valamikor ő hív, hogy azonnal menjek. És akkor mennyi időbe telt, mondjuk elkészíteni ezt? Az az igazság, hogy annyira szíven ütött és annyira találó a dal, annyira fájdalmas, hogy sajnos, tehát azt kell mondjam, hogy motivált az, hogy még jobb legyen és hogy megszülessen. És hát nem is tudom, egy pár óra alatt dalszöveggel mindennel együtt befejeztük, de mondom, annyira találó lett, annyira fájdalmas, hogy hát hallani kell. Sikerült belevinni azokat az érzéseket, amiket igen, sikerült, túlságosan is. Jó munka, és nagyon-nagyon gyors volt. Tehát én nem dolgoztam soha ilyen gyorsan stúdióban, mint most. Soha. Közvetlen környezeteteknek megmutattátok egyből? Meg, igen, és mindenki szomorúan is. Igen. Feleségem az sajnos el is írta magát, mert igazából nem tudjuk, hogy milyen lehet ez, de azt tudom, hogy milyen rossz lehetett az átélni ez a megrázás, és így hirtelen átfutott rajtam is. Főleg akinek ugye van nagy gyermekei, az rögtön igen. Rájukol, illetve a szeretteire is. Tehát azért igen, hát nekem még nincs gyermekem, de... De a szeretteire abszolút azt mondom, hogy milyen lehet elveszíteni családtagot, barátokat, stb. Rossz volt nagyon ugye, mert az ember ugye nap mint nap hall a világban hasonló eseteket, viszont amikor úgy kicsiny hazánkról van szó, és tényleg ennyire megrázó dologról van szó, akkor hát én amúgy is lehet, hogy azért érzelgő srácok vagyunk, én amúgy is a zenéimben is nagyon sok olyan dalt énekelek és interpretálunk, amiben általában a fájdalom, vagy az együttérzés, vagy a szerelem, és ilyenkor, hát én legalább egy-két-három napig szó szerint depressziós voltam. De azonnal írtam ki mindent Facebookra is, meg szóval, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nem sokára meghallgathatjuk ezt a dalt.